Ez az az apró termetű tollas, amely elnyerte a 2021-es esztendő évmadara címet. A cigánycsuk tulajdonképpen ez egy verébnél valamivel karcsúbb és kisebb madár. Mi környékünkön is találkozni lehet vele az élőhelyén. Az élőhely az az utak, ez a gazdasági utak mellett lévő ilyen bozótos, bokros, gazos terület. Ott a fészkét a földre rakja egyébként. A cigánycsuk mellett csalánycsúcsnak is hívják ezt a kis madarat, mely a tartózkodási helyére utal. A gyakori megfigyelője a gyomnövényeknek a felső része, és onnan szedi össze a táplálékát, ami rovarokból áll. Elsősorban a földeken, szántóföldeken mászkáló rovarokat szedegeti. Egyébként költöző, közeli költöző, tehát a mediterrán térségbe megy vissza télen, de néha egy-két példányit marad. Én magam a homokmégy felé lévő utak mentén találkoztam néhány példányal. A cigánycsuk állományát elsősorban a nagyüzemi mezőgazdaság élőhely átalakítása veszélyeztetheti. Ezért is került bele a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szavazásába is. Veszélyeztetettek valamilyen szempontból. Itt nem is annyira a klímaváltozás a hibás, hanem a élőhelyének a csökkenése vagy veszélyeztetése. Túlzott vegyszerezés, nagyon beszántják a szántóföldek szélét, nem marad nekik sávjuk, és ugye a túlzott vegyszer használat se jó, mert elpusztítja a rovarokat, tehát kevés a tápláléka. Sajnos az állományuk az utóbbi időben a felére csökkent. Jelenleg durván 200 ezer példány van. A cigánycsuk Magyarországon védett természetvédelmi értéke 25 000 forint.